Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A mai videóban egy olyan cikkről szeretnék beszélni, amit most azért kerestem elő, hogy különbséget tudjatok tenni a CBDC-k, vagy Central Bank Digital Currency és a kripto pénzek között. A digitális pénzeket, amiket a központi bankok hoznak létre, azok alkalmasak lesznek arra, hogy betegyenek benneteket egy kreditrendszerbe egyesével. Tehát mondjuk Horváth Pál gyári munkás Budapesten nagyszerű rabszolgaéletet él, neki megengedjük, hogy mondjuk 5%-ot kapjon évente a félretett pénzért a bankba, és hogyha a lakáshitelt szeretne, akkor mondjuk neki éves 3%-ért adunk most, jelen pillanatban, de később ezt megváltoztathatjuk. Attól függ, hogy viselkedik Pali bácsi. Míg mondjuk van, nem tudom, német Ferenc, győri lakos, akiről nem tudjuk, hogy miből csinálja a pénzt, nem hajlandó mondjuk olyan tevékenységet végezni, amire adózási szempontokból mi ránézünk, és látjuk, hogy ő jó adófizető, vagy nem tudom, tehát teljesen a saját értékrendjük szerint azt mondják, hogy ő nem kedvez a magyar államnak, és vagy nem vagy magyar államnak, a Magyar Nemzeti Banknak, ami se nem magyar, se nem nemzeti, se nem bank, de hagyjuk. És neki mondjuk, ha félre akar tenni, akkor csak 0,2%-ot adunk, és hogyha fel akar venni egy lakáshitelt, akkor az csak 35%-os éves kamattal kaphatja meg. Mindezt azon a bankon, nem azon a bankon keresztül, nem azon a bankon keresztül, ahol eddig bankolt, hanem közvetlenül, célzottan egy-egy személyre vonatkozóan akár a Magyar Nemzeti Bank megállapíthatja. És hogyha azt gondoljátok, hogy ez csak egy a tényeknek az általam, tehát valami, amit csak én feltételezek, hogy ez így van, akkor nézzétek meg azt, amit most megosztok veletek. Ez egy hivatalos a Magyar Nemzeti Bank oldalán, az mnb.hu-n megjelent cikk, és ez 2021-es, és ez úgy indul, hogy Matolcsi, már rajt vagyunk a digitális pályán. Ez a címe. És úgy kezdődik, hogy egy idézettel indít a központi banktól, 2021. június 1-én hangzott el, nem tudom, hogy jól ejtem el a nevét, Ben Margils-től, ami így szól, magyarul, hogy a digitális fizetőeszköz már a valósággá vált, és igazából ez egy fajtája banki pénznek, amit digitálisan hoznak létre, úgy írja, hogy a felhasználóknak, ez is érdekes, hogy a felhasználó szót írja ehhez, egy kredit rendszeren keresztül. Tehát amilyen kredit besorolást te kapsz, amilyen az ő pontrendszerük alapján, amit ők döntenek el, az szerint személyre szabott ajánlatokat tudnak bárkinek adni. Tehát ez egy új formája a hatalomgyakorlásnak. Egy következő lépcsőfok abban, ami ellen a bitcoin annak idején létrejött. És hogyha valakitől azt mondod, hogy ó, nem kell, hogy legyen neked ilyen rizikós kriptovalutád, mert úgyis nem sokára jönnek a digitális kriptopénzek,
amiket maguk az államok állítanak elő, akkor mindig ez lebegjen a szemed előtt, hogy a kettő között mekkora különbség van. És hogyha például a CoinGecko-ra fölmentek, és a hírszobába megnézitek, hogy a világ államai hogy szankcionálták most az oroszokat, meg Putyint, azáltal, hogy a különböző centralizált tőzsdéken, meg a különböző olyan pénzintézetekben, ami kriptókat kezelnek, azokon keresztül hogy szankcionálták a számukra kedvezőtlen besorolású, pontozású Putyint, akkor látni fogjátok, hogy ha nem decentralizált tárcákban tartjátok a kriptótokat, hanem mondjuk centrális tőzsdéken, akkor milyen sebezhetővé válhattok. És hogy ez mennyire realitás, és mennyire vonatkozik egyénekre, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy a big datával kapcsolatban mondta egyszer azt egy híres politikus, hogy a big data, ami ugye nem más, mint a különböző csatornákon keresztül leszívott digitális adat bármiről, ami történik, ezáltal a személyazonosságokról, az egyáltalán nem veszélyes rád nézve. Tehát nem veszélyes rád nézve az, hogy mondjuk a Facebook, a Google, az Apple, akárki begyűjti az új lenyomatodat, a retina fotódat, a bármit. Egészen addig, amíg valakinek érdekében nem áll ellenet fordítani. Mert hogyha érdekében áll ellenet fordítani, akkor ott van, akkor használhatja. Úgyhogy a mai videóban csak ennyit akartam mondani. Talán egy kicsit eltér a szokványos tartalomtól, de remélem, hogy azért egy lájkot vagy egy kommentet megér. Sziasztok, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek!